Hello, hello mindenkinek, én Stone Line vagyok, és itt a Planet Base következő része. Hú, már nem is tudom, hogy hol tartottunk, most pár napig kimaradt a játék nekem, úgyhogy majd most felfedezem, hogy mit akartam csinálni. Na de. Miért van 25 FPS-en? Na mindegy. Na szóval, hogy is, mit is csináltam? Igen, ahogy látom itt az energiaellátás az relatíve jó, közben itt kereskedtünk, igen, ja igen, a kereskedelemre elég erőteljesen rámentünk. Ja nem, még most akartam nekiállni kereskedni, jó, akkor ezt elkérjük. Adunk érte egy darab kaját, mert akkor az úgy rá, vagy kettő darab kaját, mert az úgy reális ár. Nem kereskedtem én már veled? Marha kevés szuszol nálad. Na mindegy, ja igen, és kialakítottam itt egy újabb orvosi körletet. Csak 83 vagyunk, akkor itt volt valami probléma, már nem emlékszem. És élelmiszerügyileg jól állunk, nézzük, hogy milyen elosztásba jönnek az emberek. Hát orvosra és biológusra most nagy szükségünk lenne, szerintem a munkások talán akkora nincs. Hát azért van. Egy, hát abból lehetne leadni, úgy vagyok vele. Mondjuk úgy. Így ez az elosztás jobb lett, és akkor engineerekben nem kell annyira sok, igaz, hogy több helyen is dolgoznak, de szerintem 10-en azért csak tudják tartani. Na de egy kicsit be kéne gyorsítani, hol van a plusz, így van. Energiaügyileg nézzük, hogy állunk. Ja igen, most lesz vége a napnak, föl tudjuk tölteni, most kíváncsi vagyok, hogy éjszakát azt bírja is a bírja, na, értitek, bírni fogja az energiakészletünk, csak kinyögtem. És feldolgozás ügyileg pedig, ja igen, itt az gyártjuk ezt a szemikonduktort, ami pedig a robotikához elég nagy szüksége, vagy eléggé szükséges, illetve aztán a fegyvergyártáshoz is, igen. És jött egy biológus, nagyon örülünk neki. Valamint itt a vízkészletet azt már egy kicsit ki kellett tolni így errefele, a gyártás ügyilegben is voltak már problémák, azt hiszem, itt ez miatt a részleg miatt. És megvan itt a... valahol itt van. Valahol itt kell lennie. Nem baj, higgyétek el, valahol itt van egy ilyen izé. Game manipulált szúgyok. Elméletben. Megvettem én azt, nem? Honvagy? Nem így vagy, honvagy? Megvettem mind a kettőt, game a hagymát is, meg az izét is. Nem tudom, hol van akkor lehet ezen a részen. Ja igen, megvan a hagyma. A másik az azt lehet, hogy még nem kezdtem el lerakni a paradicsomot, de mindegy. És nézzük, hogy ajánlunk. Nézzük, nézzük, nézzük. Most igazából a helyzet az, hogy várni kell mindenhol. Jó, jött még egy biológus, ennek örülünk. Azért kell várni mindenhol, mert igazából el vannak akadva a nyersanyag készítik, itt is halmozódnak föl a folyamatosan a cuccok. Raktárokat nem használjuk egyszerűen rendesen, nem nagyon tudunk vele mit csinálni. És jött kereskedő. Pénz hozott elég sokat, és én ezt igénybe is venném. Úgy az összeset, mert a pénzügyileg most megfogytunk ugye az előző technológiai vásárlások után. És mit adjunk-e neki? Hát... húst azt nyugodtan adhatunk el szerintem. 10-et hagyjunk egy tartalékba, illetve... egy kevés zöldséget, abban tényleg csak keveset adunk el, főleg a zöldséget használják fel az embereink, szóval így az miatt. Meg azt hiszem a sör felhasználáshoz is az szükséges, igen. Úgyhogy abból mindenképp többet kell hagyni. És igazából fegyvergyártásunk hogy áll? Szarul, de büszkén büszke vagyok rátok. Kéne egy az engine, hát tényleg kellene azoknak is a növelését nyomatni, de kicsit odébb van, viszont amondó vagyok, hogy egy nagy leszálló pálya, az simán elférne itt a bázison. Hát bőven jól állunk energiaügyileg. Az konkrétan úgy nézett ki, mint egy jeep szerintem. Hát mindegy, kicsit behalusztam, de oké. Okay. És jöhet akkor egy nagy leszálló pálya. Hát jöhet ide akkor. Kicsit sok nyersanyagot igényel, ugye 11 fém, így ezzel együtt, de megvan a szükséges nyersanyag, bár nem lesz meg egyből, mert sok helyen felhasználjuk ugye, de jó része itt van,
az a lényeg. Ti miért szomorkodtak? A pityukák, mi a baj? Na mindegy. Pedig arany élet van itt. 3 naponta meghaltok, vagy sugárzásból, vagy éhenhalás, mondjuk éhenhalásból mostanság nem, de úgy sugárzásból, vagy támadásból, vagy valami mindig meghal valaki, de attól függően, hogy arany élet van, higgyétek el. Hogy álltok? Jó, már csak 5 darabot kell kiordani, úgyhogy az mindjárt meg is lesz, szerintem itt ez a része, mert itt van jó része. És hozzuk ki ide a fémet, és akkor ez is mindjárt meg lesz. Egyik orvoson ez egy kicsit álmos. Meg előd, meg kettő ond és kond van. Mit kéne? Ez elkészül utána azért jobban meg fog ám indulni a embereknek a jövetele. Valamint azt hiszem, hogy ezzel is valamit tudok már kezdeni. Csak ahhoz kell ugye a nagy transport. Így van. Kíváncsi vagyok, hogy az ügyben mit lehet alakítani. Ne támadj! Energiaügyileg még mindig jól állunk. Fél éjszaka, jó bőven. Mondjuk ezt sokat el fog zabálni, mert 30 valamennyi fenntartása van, így áramügyileg. Az lesz a gáz, hogyha most erre érkezik egy ilyen... Mégyász! Pont a nagyot. Javítsátok meg. És jött egy kereskedő, akinél pénz van. Hát akkor ezt visszük. Ezt így szeretjük elvinni. Ú, és mennyi orvosi alapanyagunk van. Ezt nem lehet kihagyni. Mondjuk így ennyit. És akkor még egy ilyet adunk neki, és akkor jó is. Helyzet. És keres, vagy jött civil egy orvos. Kiváló, és elkészült még egy robot. Kis robot, Robi. Ezt meg valaki építse, ja még 2 darab fém, oké, nem szóltam, akkor majd mindjárt. Felé csinálom meg. Így kellene a biológus, egyre jobban. Mert van egy kis technikai problémájuk, annyi az élelmiszer termelésünk, hogy szarásig tele vagyunk. Megcsináltatok? Ja, most csinálod, oké, nem szóltam. Hát azt majdnem be is fejezted, büszke vagyok rád. Ó, oda már csak egy izére van szükség, engineerre, aki ahogy látom van megy is. És akkor remélhetőleg egy kicsit beindulnak a civilek jövetel ügyileg. Mitől porzik az ott ennyire? Csak én látok szarú. Hát én látok szarú, fény lett. És nézzük akkor meg, hogy vagy a látogatókkal kapcsolatban mit lehet. Ja igen, be tudom állítani, hogy egyáltalán jöhessenek a vesse. Hát jöhessenek, hát ha lesz valami. Aztán meglátjuk, hogy mit... Pityu. Támad, megesznek. Ezek kannibálok. Támad. Charge! Ott is charge. Mit? Mi bajotok? Behatoló. Hát. Jó. Lett aki sérült. Pont egy medikem az, aki valószínűleg nem halt el. Az előbb ketten voltak, nem? Jó, jól állunk. Nem lett nekünk áldozatunk, de sérültek, igen, viszont azt meg tudjuk oldani orvosi cuccokkal elég könnyedén, szóval nem lesz vészes. Te legközelebb lőd le az összes hajót, ami nem kereskedő. És most már jöhetnének amúgy a transportok is, szóval igazából Prestige-en kéne valamit alakítani, mert lehet, hogy ez eléggé befolyásolná a látogatóknak a viselkedését velünk kapcsolatban, szóval legalább egy ilyen kis hirdető oszlopot lerakunk. Nem nagy nyersanyag igényes, úgyse, szóval bőven ki fogjuk bírni. Te egy kibaszott Terminátor, hogy mondták ma. Milyen páncélruhája volt az előbb még. Csak én láttam, szarul, hát bárhol úsztam.
És itt is lesz rengeteg kaja. Hát igen, már ezekben is szinte az összesbe állnak a kaják, szóval azzal is valamit kéne kezdeni. Nincs egyszerűen elég nagy hordál csapatom hozzá. Most itt is folyamatosan mennek az építkezések, meg minden, de nem elég gyors. Szóval körülbelül tisztrányi robotra lenne szükségem, mondjuk 70 robotta meg elférni itt a bázisommal, meg egy vicces dolog lenne. És szükség van valahol javító alkatrészre, nem láttam, hogy hol, de oké. És egy hálókörletre is lesz most már igény, ahogy látom én. Ezt a hálókörletet meg lerakjuk valahova ide. De azt meg egy kicsit odébb. Na, mi jött? Munkás, oké. Viszont, amondó vagyok, hogy ez a videó nem lesz hosszú. Körülbelül úgy ennyi idő. Nem tudom, ennyi volt ez. 15 perc, 20. Ó, nézzük mi jött. Háj, nem hiszem el. Mondjuk ezeknek vannak ilyen problémái, hogy ez például álmos, az pedig ízés, éhes, szóval lehet, hogy ez most nem áll neki itt harcolósat játszani, hanem inkább elmegy aludni, és akkor ténylegesen végzi azt, amit kell, nem pedig harci patkány üzemmódba kapcsolva él. Ha eztek meg alszatok, engem nem zavar, higgyétek el. Jó, végre egy békés látogató. Nem hittem volna, hogy lesz ilyen. Na de, köszönöm, hogy itt voltatok. Remélem, tetszett a videó. Ha igen, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. A kereskedő. Eszünk fegyvert. Egy javító alkatrészt. Fémet. Kárfém, nem? Kárfém. Ú, basszus, mennyi a plastikumunkat. És pénzt ezt elkérjük. Mivel fizetünk? Hát orvosi alapanyaggal. Hússal, szerintem. Így 10 maradjon. És még több zöldséggel. Csak az ugye, de ennyi az nem kell. Nem vagyunk mi vörös kereszt. Így. És akkor amondó vagyok, hogy a következő részén találkozunk. Remélem tetszett a videó. Ó, és ilyenkor el sem megy az a hajó. Oké, oké, ez irreális, akkor ezek tényleg békések. Na szóval, köszönöm, hogy itt voltatok, remélem tetszett a videó, ha igen, nyomjatok a lájkot és iratkozzatok fel, és nem tudom, miért beszélek úgy, mint egy bedolgozott patkány, de sziasztok!